A Junior Expo-n a 35 évesebbnél fiatalabb vállalkozók bizonyítják rátermettségüket, valamint bemutatják eddigi sikereiket, a kiállítókat díjazzák is, a tavalyi győztes Hajas Ádám idén a zsűriben kapott helyet. Azt üzenném a fiatal vállalkozóknak, hogy amit megálmodnak, az valóság. Merjenek ezért tenni, hogy hozzák létre azt, amit a fejükben csak kigondoltak, lépjenek ezért egyet előre. Az egyedi termékeket felvonultató rendezvényen többek között megismerkedhetnek az érdeklődők a gitárkészítéssel, vagy éppen különleges meghívók tervezésével. Mivel nagyon szeretem a papírt magát, mint anyagot, néhány évvel ezelőtt én elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan is lehetne ebből valamit készíteni, és arra jutottam, hogy én nagyon ügyes vagyok az ilyen különböző meghívók, üdvözlőlapok összeállításában. A 9. Junior Expo-n a kiállítók nagyon odafigyelnek a megjelenésre, nem véletlenül. Az első benyomás rendkívül fontos, amikor egy standhoz megérkezünk. Milyenek a termékek, mi a szolgáltatás, hogyan próbálják meg a fiatalok ezt prezentálni. A szakmai zsűri értékelése alapján a legjobb kiállító Kínába utazhat. A Megnyitón Habis László polgármester elmondta, fontos, hogy a fiatal vállalkozók tapasztalatot gyűjtsenek. Fontosnak tartom, hogy Egerhez kötődjenek fiatal vállalkozók, hiszen ma köztudomású, hogy a kis- és középvállalkozások a helyi értékteremtésben, akár itt, akár országosan a lehetségesnél kisebb részarányt képviselnek. A Junior Expo egy olyan gondolatból született meg, melynek a lényege a jövő a tudásból és tehetségből épül, mondta el dr. Horváth Ágnes. Ez a Junior Expo kiváló példa arra, hogy azt lássuk, hogy vannak szerencsés emberek közöttünk, akik azt csinálják, amit szeretnek, és ettől hihetetlenül jól érzük magukat, boldogok, fiatalok, és megteremtik a megélhetésüket. A Junior Expo két napon keresztül látogatható.